Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit. Kutyavetye megmondja a tutit. Tudjátok-e, hogy miért csupasz az én csodaszép parkincám? Hát azért, mert amikor Büdi csatornajáratokban mászkálok, akkor nem szedi össze a koszna szőr. Hiszen nincs is rajta szőr. Praktikus. Sajnos sokan viszonyognak emiatt tőlem, ezért arra gondoltam, hogy kölcsönkérek valakitől egy menőbbet. Esélyes a malacfarka, ami ugye kunkori. Bár ha jobban belegondolok, havonta egyszer dajeroltatni kellene Rák Rodrigónál, a fodrásznál. Na köszi, erre nem érek rá. A mókustól azért kérném el a pihepuha farkát, mert kiválóan tudnám használni borotva pamacsnak. A gyűrűs farkú maki farka szuper! Hihetetlenül hosszú és csíkos, és még egyensúlyozni is tud vele. Aszta! Talán az övét kellene választanom? Van egy állat, aminek csörgő van a farkában. Na hiszen, kinyomoztam, hogy a csörgőkígyó farkában nincs is csörgő. Csupán a szarupikkelyek koccannak össze, ha megrázza, amikor ugye veszélyt érez. Ilyenkor olyan hangot ad ki, mintha a szomszéd kisbaba Petike csörgője lenne. Mondjuk én Petike csörgőjétől egyáltalán nem ijedek meg. A csörgőkígyó csak ijesztget a farkával. Bezzeg a skorpió, nem viccel. A farka végén méregtöv is van, és ha beléd csíp, akkor beléd ereszti a mérgét, és ha elég gyorsan futsz, akkor odaérsz a dokihoz ellenszérumért. Elég félelmetes. Ezek után felmerült bennem a kérdés, hogy talán nem is kellene nekem farok. Van ám olyan állat, bizony, a farkatlan tanrek. Nem, ő nem süni, csak hasonlít. Amúgy van tanrek barátom, Tanrek Titanilla. Ő legutóbb 35 gyereket szült egyszerre. 35 kis farkatlan tanreket. Írtó cukik! Na, adjatok tanácsot. Mit évő legyek? Milyenre cseréljem a farkamat? Rajzoljátok le, és küldjétek el nekem.